A jogász ösztöndíjasokkal való találkozás alkalmával Váradi professzor elmondta, nagyon örül, hogy van folytatás, mert a kisebbségi magyar életben a jogászoknak mindig nagy szerepük volt. Ezért roppant fontos, hogy legyenek Vajdaságban magyar jogászok és joghallgatók. És ezért jó, hogy ezt a Magyar Nemzeti Tanács segíti. Aki magyar és jogot végez, az természetesen kell, hogy tudja szerbül a jogi terminológiát, de meg kell, hogy tanulja magyarul is, hogy ezáltal része lehessen a magyar nyelvű igazságszolgáltatásnak és közigazgatásnak. Ez egy plusz feladat, de egyáltalán nem megoldhatatlan plusz feladat, és hadd tegyem hozzá, hogy szép feladat is. A hallgatók számára, de közösségi szempontból is fontos, hogy az akadémikus vállalta ezt az előadást, mondta dr. Pásztor Bálint. Csupán néhány hete koptatják az egyetemi padokat, de ennek ellenére azt gondolom, hogy motivációs szempontból is fontos az, hogy a vajdasági magyarságnak a legnagyobb jogtudósa, jogász professzora tart nekik előadást rögtön a tanulmányaiknak az elején. Én bízom abban, hogy ez egy plusz löketet ad az ösztöndíj mellett. Idén 17 fiatal részesült jogász ösztöndíjban. Közülük 5-en az Újvidéki Állami Jogtudományi Kar hallgatói, 12-en pedig az Újvidéki Gazdasági Akadémia Univerzitás Gazdasági és Igazságügyi Jogi Karának szabadkai akkreditált kihelyezett tagozatán tanulnak.